Kézműves termékek, savanyúságok és lekvárok, helyben sütött édességek várták azokat, akik az elmúlt hétvégén a Sárszentlőrinci kézműves és termelői piacra látogattak. Az önkormányzat azzal támogatta az eseményt, hogy térítésmentesen területet biztosított az árusok számára. Sátor Géza polgármester szerint így kívánnak kedvezni a szervezők számára a jövőben is, hiszen a piacnak nagy jelentősége van a településen. Több előnye is van, összejönnek az emberek, tehát eleve a mostani rohanó világban nem sokat tudnak egymásra szánni, barátkozni, beszélgetni. Itt én most már egy órája elindultam az egyik végéről a piacnak, és még nem vagyok a felénél, és idáig jutottam még csak el, mert annyi emberrel meg kellett állnom és beszélgetni, nem kellett, szívem szerint is megálltam, és beszélgettem, és tényleg egy jó eső felszabadító érzés volt. A helyi kézműves és termelői piac másik előnye a polgármester szerint, hogy azok számára is elérhető, akik nem tudnak távolabbi országrészekbe elutazni hasonló élményért. Sebestyén Ákos, az esemény szervezője régóta jár vásárokba, és azt gondolta, szülőfalujába is hív kézműveseket. Sajnos ebben a faluban nem sok olyan rendezvény van, ami meg tudná mutatni a helyi termelőket, mert vannak helyi termelők is, portikáit, és egy ilyen kézműves vásárt szerettünk volna mindenképpen, és úgy látom, hogy a kézművesek is szeretik most már így az egészet, úgyhogy az a koncepció, hogy csak kézműves termékek, csak kézműves árusok. Udvariból is érkeztek a Sárszentlőrinci vásárba. A településen a Start program keretében közmunkásokat foglalkoztatnak. Van egy mezőgazdasági programunk, ahol olyan termékeket állítunk elő, amit be tudunk vinni a feldolgozó helyi sajátosság programba. Feldolgozzuk a termékeinket, lekvárokat, szörpöket készítünk, savanyúságot készítünk, és ezekkel a termékekkel jöttünk el ide Sárszentlőrincre. Egyszer, hogy megmutatjuk azt, hogy nekünk ilyenünk van, mi ezt ugye értékesítjük, itt meg tudjuk kóstoltatni, és ha valakinek ízlik, akkor természetesen itt is meg tudja vásárolni, illetve meg tudja rendelni, vagy eljön udvariba, munkaidőben ott is meg tudja vásárolni. A szervező reményeit felülmúlta a kézműves piac sikere, két havonta szeretné Sárszentlőrincen megrendezni. A következő időpont a tervek szerint július 6-a lesz.